Időközi választás lesz február 16-án jövő vasárnap Fejér megye 04-es számú országos egyéni választókerületében, amely összesen 9 települést foglal magába, Dunajvárost is beleértve. 7 jelölt indul az országgyűlési képviselői mandátum megszerzéséért, többek között Árgyalán János, a Mi Hazánk mozgalom jelöltje. Egy bemutatkozó sajtótájékoztatót tartott ma a főtéren Árgyalán János, valamint dr. Fülöp Erik, a Mi Hazánk mozgalom országgyűlési képviselői csoportjának vezető helyettese, aki, mint mondta, örömmel, jó szívvel ajánlja a választópolgárok figyelmébe Árgyalán Jánost. Én azt gondolom, hogy János már nagyon sokan ismerhetik, hiszen neki nagyon régóta tartó, nagyon hosszú politikai tapasztalata van. Hosszú-hosszú éveken keresztül a önkormányzati képviselőként, megyei önkormányzati képviselőként képviselhette a nemzeti radikális oldalt, és szeretném kiemelni, illetve hangsúlyozni azt, hogy nem csak önkormányzati tapasztalattal rendelkezik János, hanem európai uniós tapasztalatai is vannak, hiszen az Európai Uniónak a régiók bizottságának volt ő 5 éven keresztül a tagja, ahol természetesen a helyi érdekeket, helyi ügyeket, a helyi embereket is képviselte, és természetesen nem csak Dunaújvárost, hanem ezt a régiót és a kis településeket is. Jánosról még annyit szeretnék elmondani, hogy mind a mellett, hogy egy kiváló bajtárs, egy gondoskodó családapa, rendkívül képzett. Számomra az egy hatalmas elismerés, hogyha valaki nyelveket beszél, és azt gondolom, hogy Jánosnál ki kell emelnünk, hogy kiváló nyelvtanárként hosszú-hosszú éveken keresztül próbálta meg oktatni ennek a térségnek a diákjait is. Egy választási programot állítottak össze, a Szórád Márton fejlesztési programot, amelynek részleteit Árgyalán János ismertette. 7 fő területet tartalmaz a program, köztük olyan fajsúlyos kérdéskörökkel, mint a vasműhely rendezése, a térség lég- és ipari szennyezettségének csökkentése, a térség közlekedési csomópontjainak fejlesztése. De szerepel még benne a vidékfejlesztés, az átlátható politika, a közösségi sport támogatása. Szórád Márton program legelső pontjaként említeném a vasmű helyzetének a rendezését. Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, nagyon régi probléma, de én azt gondolom, hogy enélkül nem lehet országgyűlési képviselő, aki ezt nem oldja meg, vagy nem próbál megoldást találni erre. Nagyon röviden a probléma az, hogy az elmúlt években folyamatosan tulajdonos cserék történtek, idegen kézre került a vasmű, ezáltal a szakszervezetek meggyengültek, elindult a kiszervezés. Nagyon röviden és tömören összefoglalva, mi azt gondoljuk, hogy az egyetlen megoldás, a valódi megoldás az lenne, ha ez a stratégiailag fontos, nemzetstratégiailag fontos üzem vissza tudna kerülni nemzeti irányítás alá, vagy nemzeti tulajdonban is akár. Ez garantálná azt, hogy egy erős, stabil vasmű tudna tovább működni, és ahogy mondtam, mivel nemzet szempontjából is fontos, stratégiailag fontos üzem, azt gondoljuk, hogy ez fontos lépés lenne, és a Mi Hazánk úgy gondolja, hogy ez lenne az egyik megoldás. Az elmúlt hónapokban nagyon nagy problémát jelentett, és többször túlépte a határértéket a légszennyezés. Mi azt gondoljuk, a Mi Hazánk mozgalom azt gondolja, hogy a helyi gyárakat egyrészt aktívan be kell vonni, aktív párbeszédet kell velük kezdeményezni, és ha ez nem sikerül, akkor a jog és a törvény erejével kell kikényszeríteni, hogy betartsák a környezetvédelmi szabályokat, és itt nem csak a légszennyezésről van szó, hiszen a Dunát is több üzem is szennyezi egyéb szennyező anyagokkal. Itt egy nagyon határozott fellépés, egy nagyon határozott képviselet kell, és én azt gondolom, hogy az én személyemben ez a térség meg tudná kapni azt a képviseletet, azt a lobbyerőt, hogy rendbe tudjuk tenni a légszennyezés problémáját együtt. Arról is szóltak, küldetésüknek érzik, hogy átlátható és tisztességes módon a rend igényét szem előtt tartva képviseljék az országgyűlésben az újvárosi régió településeit és lakóit. Mint az a tájékoztatón elhangzott, a Szórád Márton fejlesztési programot teljes egészében a párt honlapján is meg lehet tekinteni.